Budapest elképesztően pazarlóan működik. Tehát itt évente több 10 milliárd forint megy a gyakorlatilag a semmibe. A 23 kerület és a fővárosi önkormányzat egy olyan rendszert alkot, aminek túl sok értelme nincsen. A mi javaslatunk az az, hogy a várost 4, maximum 5 körzetre kell osztani, és jóval egyszerűsíteni kell a döntéshozatali folyamatokat, és föl kell számolni a 24 fejből álló óriási vízfejet, ami semmi másra nem jó, csak az, hogy a pártok, az összes párt, a Fidesztől a KDNP-n és a Demokratikus Koalíción keresztül oda elhelyezze a katonáit, és ott mindenféle állásokban dolgozzanak, és itt nem 10 milliók mennek el, hanem milliárdok, amiket egyébként a város működtetésére, fejlesztésére kellene fordítani.